Sikerkovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsodabau Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, Csákó Attila vagyok. Mai vendégem Sós Tibor, a Miskolci Zenit Autórend Kft. Ügyvezető tulajdonosa. Szép napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm! 1997-ben indította el a vállalkozást. Mennyire volt ez nehézkes vagy rögös út akkor? Miskolcon talán az elsők voltunk, akik ebbe a szegmensben is a gépkocsi bérdésben részt vettek, illetve bérbadásban részt vettek. A gépjárműveink jó része személyautó volt, de nálunk voltak először teherautók is bérelhetők, illetve mikrobuszok. Hát az első időszakokat senkinek nem kívánom. Nagyon-nagyon kegyetlen időszak volt. Rengeteg autónk tűnt el, rengeteg bűncselekményhez vitték az autókat. Tehát amit a filmekben lehet látni, hogyha valahol bűncselekményt követnek el, vérautót visznek, hát ezt az elején mi nagyon-nagyon kegyetlenül átéltük, és nagyon-nagyon sokat szenvedtünk azért, hogy ez elinduljon. És ezt hogy sikerült aztán, ezt hogy lehetett aztán kiküszöbölni? Hát egyrészt ugye olyankor, mikor egy vállalkozás még teljesen új a piacon, akkor nincs kialakult ügyfélköre, nagyon nehéz olyan ügyfeleket találni, meg nagyon nehéz olyan tapasztalatokat szerezni, hogy ténylegesen ezek az autók normál használatra vannak. Úgyhogy ezek az első időszakok azért eszmetlenül nehezek voltak. Utána természetesen, ahogy épült az ügyfélkörünk, azért mi is, meg hát a saját tapasztalatok alapján tudtuk szűrni, hogy mi az, amit nem szabad már. Nem szabad belemenni, nem szabad átvenni, nem szabad engedni az ügyfelek részére, és későbbiekben természetesen azt nem mondom, hogy nullára redukáltuk ezeket, de jóval kedvezőbben jövünk ki most már ebből, és kevesebb autón tűnik el. Később akartam megkérdezni, de szerintem ide passzol, úgyhogy most kérdezem meg, hogy korábban tendencia volt, hogy ha valakinek volt egy nagy értékű autója, és elromlott benne egy fő alkatrész, akkor azt bérelt egy autót egy hétvégére, a haver szerelő kiszerelte, és megcserélte a saját kocsiban lévő rossz alkatrésszel. Hogy ez mennyire volt tendencia itt, és manapság ez még létező probléma, és ha igen, akkor hogyan védekeztek korábban, illetve hogyan védekeznek most? Eleinte voltak ilyen problémáink nekünk is, legalapabb dolog volt, hogy a kerekeket lecserélték az autóról, aztán utána alkatrészeket is. Most már azért ez ennyire nem jellemző. Egyrészt a gépjárművekben is már van egy olyan cikkszámvédelem, hogy látszik, hogy pontosan melyik autónak az alkatrésze mikor készült, tehát sokkal jobban nyomon követhető. Általában az autóink folyamatos szervizelése miatt mi ezt jobban rá tudunk nézni, hamarabb észrevesszük, hogyha bárki ilyesmit szeretne elkövetni, úgyhogy mostanában már ez azért nem annyira jellemző. Helyezzük képbe a hallgatókat, hogy pontosan mivel is foglalkoznak, mert elég szertágazó. A Zenit Autórend Kft. Az tulajdonképpen gépjármű bérbeadással foglalkozik, ez a fő tevékenységi köre, ami azt jelenti, hogy rövid és hosszú távra adunk gépjárműveket bérbe. Itt a legkisebb személyautótól a legnagyobb luxusautókig, a legkisebb teherautóktól a kamionokig, illetve speciális járművek, tehát vannak villástargoncáink, vannak homlokrakodóink, traktorok, tehát hogy tulajdonképpen minden olyan eszköz, amit a bérbe lehet adni, azt jelen pillanatban könyvelési szempontból talán az egyik legkönnyebb, elköltségelhetőbb, nincsenek a bérbevevőnek a számlái között jelen csak a bérleti díjnak a számlája, tehát nem ő amortizálja, nem ő veszi fel rá hitelt az autókra, eszközökre, így sokkal könnyebb, szabadabb, olyan, mint hogyha bérelnénk egy irodát vagy egy telephelyet. Ha jól tudom, akkor egy szerviz építésében vannak. Igen, most éppen. Benne vagyunk, ami végére... Az csak a flottának szól majd, vagy külsős személyek külsős is? Külsős személyeknek is fog szólni, természetesen egy elég nagy szerviz fogunk építeni, főleg azért, mert a portfóliumban egyre jelentősebb számban jelennek meg a nagy teherautók, illetve buszok, tehát hogy ezeknek a szervizelését is el tudjuk majd végezni. Az ön cégének a sikere, az minek tudható be? Annak a digitalizációnak és a számítógép alkalmazásának, a szoftvereknek, amit ön már a kezdetektől fogva alkalmaz, vagy van egyéb más oka is? Én úgy gondolom, hogy a cég sikerének nagyon sok összetevője van. Természetesen kell hozzá egy jó ötlet, kell hozzá egy jó csapat,
kell hozzá egy megfelelő ügyfélkör, és kell hozzá egy hosszú távú, megbízható, kiszámítható értékrend, amit képviselünk. A mi életünk során talán ezek voltak a legfontosabbak, hogy 26 éve működünk, ez alatt ugyanazon a néven, ugyanazokkal a tulajdonosokkal, ugyanazzal a telephelyel, illetve most átköltöztünk pár éve az új telephelyünkre, de ránk tudnak számítani az ügyfelek. 24 órás nyitvatartásunk is már megvolt korábban, most is meg fogjuk valósítani, hétvégén is elérhetőek vagyunk, és hát a régiónak talán a legnagyobb gépjármű parkjával rendelkezünk, ami azonnal elérhető. Ez mekkora flottát jelent? Összesen a cégnek több mint 1000 autója van, 1000 eszköze van, ebből körülbelül 200 autó, ami napi bérletben elérhető, tehát rövidebb, hosszabb időszakokra ki tudják bérelni tőlünk az ügyfeleink. Én múltkor béreltem egy kis terautót egy másik cégtől, és hát viszonylag nagy távolságot tettem meg vele, de úgy éreztem, mintha egy roncsderbin vennék részt, hogy az autóikat milyen időközönként cserélik. Az autóink cseréjénél ugye két részlet van, vannak a napi bérletes autóink, amit aránylag gyorsan cserélünk, tehát ilyen 1-2-3 éves időszakonként cseréljük az autóinkat. A tartós bérletnél meg, amit az ügyfél kér, tehát ha valaki 5 évre szerződik egy autóra, logikus, hogy 3 év után nem cseréljük ki alatta az autót, bár mondjuk sokkal rugalmasabb ez a rendszer, mert nagyon sok ügyfelünknél van az, hogy szeretne egy másik autót, megváltoztak a körülmények, szeretne egy nagyobb autót, egy családi autót. És akkor ezeknek a cseréje sokkal dinamikusabb, gyorsabb, mintha most ő elkezdeni a hitelét lezáratni, értékesíteni a piacon, keresni egy új autót, újra behitelezni, azt átíratni. Szóval ez elég macerás annak, aki ezzel nem foglalkozik. Nálunk minden területre megvannak azok a speciális tudású embereink, akik akárhogyha egy ilyen gépjármű beszerzést, finanszírozást, biztosítási eseményt, szervizelést, gumisztatást kell elvégezni, akkor nálunk mindig az az első, hogy az ügyfélnek egy telefonszámot kell tudnia, és bármi gondja van, felhívja, és mi már akkor intézzük azokat a feladatokat, amikkel ő megbíz bennünket. Még egy picit ezen a számítástechnikán, igen, a kapcsolattartáson rugóznék, vagy beszéljünk róla. Milyen speciális szolgáltatások vannak ezek? Most röviden összefoglalta, de hogy kell elképzelni ennek a működését? Hát a kezdetektől fogva nekünk ugye a működés az még akkoriban nem volt ennyire erős, tehát az internet, a digitalizáció nem volt ennyire erős a cég életében. Ezt folyamatosan fejlesztettük, és hát nekünk is az a célunk, hogy az ügyfelek minél inkább találkozzanak azzal a lehetőségekkel, amiket mi kínálunk nekik. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a gépjármű flottánk jelentősen megváltozott az elmúlt időszakban, tehát nálunk azért, mivel az autókölcsönzésben mindig az új autókat lehet kipróbálni, nagyon sokan vannak így, akik eljönnek hozzánk, és akár nagyobb értékű autókat, akár újabb... Ezt úgy érti, hogyha valaki akar venni egy autót, igen, akkor előtte kibérli önöktől egy hétvégére így ugyanazt van a márkát, típust, és akkor... Akár azt mondja, is, hogy ez jó, vagy nem jó. Akár így is. De akár úgy is, hogyha valaki azt szereti, hogy mondjuk változnak az autók körülötte, tehát kipróbálnak egy hétre egy ilyen autót, egy hónapra egy másikat. Tehát, hogy mindig van lehetőség arra, hogy egy jelentős választékkal rendelkezünk, így ezek az autók tulajdonképpen bárki számára elérhetőek. És mi a tapasztalata, hogy a magánszemélyek vannak nagyobb arányban, vagy a vállalkozások, cégek? Hát sok esetben az igény a magánszemélyek részéről merül fel, de általában a vállalkozás felé költségelik el ezeket a számlákat. A digitalizációra pedig visszatérve, mi 3 évvel ezelőtt, mikor átvettük az új székházunkat, akkor ott már teljes egészében az volt a cél, hogy egy olyan 21. századbeli épületet hozzunk létre, amelynek mondjuk a vezérlése teljesen okos, tehát itt a telefonomról ki tudom kapcsolni az összes lámpát, konnektort, le tudom húzni az összes zsalúziát, be tudom kapcsolni a kamerarendszert, meg tudom határozni azt, hogy milyen hőmérséklet legyen melyik irodába, meg tudom nézni a páratartalmat. Az épület tetején egy időjárás központ van, ami mozgatja a zsalúziákat, és úgy állítja be, hogy a leghatékonyabb legyen az energiafogyasztása, illetve természetesen az elektromos autók miatt is az egész területünkön napelem felületek vannak, tehát tulajdonképpen az áramellátásunk, illetve a gépjárművek töltése is erről történik. Milyen trendek vannak most azon kívül, hogy az elektromos autók most ez egy ilyen fölkapott dolog, hogy ön lát ebben akkora potenciált a következő évekre? Bár született egy politikai döntés talán a világban vagy Európában legalábbis, hogy az elektromos autók kapnak nagy teret, van olyan ország, ahol már egy-két éven belül nem is lehet majd robbanó motorost kapni, de hosszú távon az elektromos autóknak van jövője?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mint innovatív cég, nekünk azt kell mondanunk, hogy igen, de azért ennek még látjuk a szűk keresztmetszetét. Tehát a gépjárművek hatótávolsága, töltési ideje jelen pillanatban nagyon, nagyon kedvezőtlen a belső égésű motorokhoz képest. A töltési hálózat kialakítása sem olyan, hogy ezt elbírná. Tehát nagyon sok esetben az okoz negatív visszacsatolást az ügyfelek részéről, hogy hiába van egy töltő és megszervezi, hogy mondjuk azon az úton ott fog tölteni, de ha vannak előtte, akkor a töltőállomáson akkor lehet, hogy ki kell várni a fél órát, háromnegyed órát, stb., mire ő kezd el tölteni. Tehát ezt azért nagyon kevesen tudják kivárni mai rohanó világunkban, ez természetesen mindenki siet. Tehát alapjában, mivel én úgy látom, hogy a városi közlekedésre, a városi kisáruszállításra az elektromos autók tökéletes megoldás. Károsanyagkibocsátás, ugye egy városban eleve nagyobb a koncentrációja a károsanyagkibocsátásnak, így itt tökéletes lehet ennek a hasznosítása. Családi autónak, vagy esetleg olyan autónak, amit főként rövidebb távokon használunk, az igen. Hosszú távokon sajnos nem látom ennek most per pillanat még a teljes képét. Valószínű, hogy találnak majd fel olyan dolgokat, amivel a töltési idő lecsökkenthető, a hatótávolság megnövelhető, de azért azt mi is látjuk, hogyha mondjuk egy pesti utat szeretne valaki megtenni, akkor nem igazán van olyan autó, ami egy robbanómotoros autó teljesítményével azonos tempóban meg tudja ezt a távot oda visszatenni. Az előbbi kérdésem, hogy mekkora a flottájuk, azt elfelejtettem a választ, vagy pedig nem válaszolt rá? Hogy nem, mondtam, több mint 1000 autóval. 1000 autó. És ennek mekkora aránya az elektromos? Hát tulajdonképpen olyan 50-60 darab elektromos autónk van ebbe. Ebben vannak személyautók, kis teherautók. Körülbelül ugyanekkora flottánk van az úgynevezett zöldrendszámos hibrid autókból is, tehát ezek a plug-in hibridek, de az, most már majdnem az összes autó, ami kijön, azok valamilyen szinten hibrid hajtással rendelkeznek, még ha nem így zöldrendszámosak. Az autó értékesítést, illetve az autó kölcsönzést, azt nem fogja visszavetni a carsharing? Tehát az a közösségi autózás? Igen. Vannak próbálkozások rá nagyvárosokban, megjelennek ezek. Ezek a carsharing, ez általában Magyarországra egy picit minden ilyen később érkezik meg. Ez a megosztó rendszer azért ez itt elég sok problémát vet fel. Mondjuk el egy mondattal, hogy ez mi, hát ha valaki nem tudja. Ez az, hogy van egy autó, amit üzemeltet egy cég, X utcában le van téve, oda megy valaki, egy telefonkóddal kinyitja, A pontból elmegy B-be, és ezért fizet egy bizonyos összeget, ott hagyja az autót, jön a másik kuncsaft, ő beül, ő elmegy C pontba, tehát ilyen közösségi neve is, közösségi autóhasználat. Ennek azért elég sok olyan kritériuma van, tehát például az egyik autóba benne hagynak valamit, ami mondjuk egy jó nyári napon, mondjuk 3 óra alatt gyönyörűen megromlik benne, nem biztos, hogy az ember beleül utána. Tehát nem látja, nincs kapcsolódási pont a két ügyfél között, és nincs kapcsolódási pontja a bérbeadó cégnek sem akkor, amikor ez az autó gazdát cserél. Tehát innentől kezdve azért ennek vannak negatív tapasztalatai elég sok. Természetesen, ha valakinek ilyen A-ból B-be el kell szaladni, akkor ugyanúgy, ahogy a rollerek, vagy akár most itt Miskolcon is már megjelent rollerekkel, el lehet közlekedni, de hosszú távon, hogyha valaki szeretne ugyanabba az autóba ülni, szeretné benne hagyni mondjuk a csomagjait, vagy benne hagyni bármit, amivel utána, ha tovább közlekedik, akkor megtalálja az autóban, ott nem biztos, hogy ez megfelelő. Nagyvárosokban, úgyhogy főleg, hogyha a parkolási problémát kell megoldani, akkor erre tökéletes, mert valahol ott hagyja, amit a bérbeadó cég vállal, hogy azt a parkolási hely az fennáll neki. De még ez per pillanat szerintem nem akkora veszélyt jelent az autókölcsönzők számára. Csak egy kitérő, gyerekkoromban fogtam egy angolnát és betettem apukámnak a ladájába, ő másnap elvitte szervizbe, és harmadnap telefonáltak, hogy jöjjön, mert valami rettenetes büdös az autó. Hát nem dicsértek meg érte engem otthon. Hát barátaim tudnának mesélni csak egy bent hagyott dobozos tejről, hogy hány hónapig vagy fél évig kellett azon szenvedni, hogy annak a szagát kiírtsák az autóból, úgyhogy ez egy ilyen örök emlék maradt még a 90-es évekből. Akkor sem érzi ezt veszélynek a piacukra, hogy a mai fiatalok azok nem is gondolkodnak, a felmérések szerint nem is gondolkodnak, vagy egy nagy részük nem is gondolkodik a
tulajdonlásba, hanem ilyen hasonló rendszerekbe, hogy bérelt lakásban él, hogy közösségi autót használ. Ennek nincs akadálya, tehát én is azt mondom, hogy a tulajdonlás az mindig egy felesleges tőkelekötés. Itt most a carsharinget arról beszélünk, hogy ez egy rövid távú közlekedés, tehát ez körülbelül olyasmi, mintha felülök egy buszra, és utána leszállok a buszról. Egy idő után természetesen az már egy másik dimenzió, hogy bérlek egy autót, és azzal az autóval addig használom az autót, amíg szükségem van rá, és visszaviszem onnan, ahonnan elhoztam. Tehát nagyon sok ügyfelünk van, aki mondjuk egy mikrobuszt elvisz egy nyaralásra, egy költözéshez egy teherautót, egy családi rendezvényre mondjuk egy nagyobb autót viszel, vagy mondjuk barátai, ismerősei jönnek ide Miskolcra is, vagy akár Pestre is, és akkor átveszik az autót addig, amíg itt vannak, használják és visszaadják. Tehát hogyha a carsharinget úgy nézzük, hogy valaki bérel egy autót, használja és visszaadja, de úgy, hogy kontaktban van és nem óránként cserélődik esetleg a gépjármű használója, akkor annak szerintem viszont már elég régóta eljött az ideje. Meséljen nekünk egy kicsit ilyen érdekes esetekről a bérlés kapcsán az elmúlt hány év is? 26 éve, igen. Tehát a 26 évnyi praxisából. Hát nagyon sok érdekes történetünk van ezzel kapcsolatban, már gondolkoztam én is, hogy ezt le kéne jegyzetelnem, mert az elmúlt évtizedek teljesen felemésztük már a mi munkánkat is, hogy elfelejtjük ezeket a esetleg érdekesebb, vicces történeteket. Hát nekünk tényleg azt mondhatom, hogy az ügyfélkörünk is egy elég szertágazó, tehát nagyon sok olyan ügyfelünk van, aki nem biztos, hogy találkozott már ilyen bérléssel. Tehát volt olyan, hogy fel volt írva egy gépkocsira, hogy egy napra ennyibe kerül, ha egy hónapra viszi, akkor pedig körülbelül az 50%-a a bérleti díj, és akkor az idős házaspár leült hozzánk, és elmondta, hogy hát őnek csak egy napra van szükség az autóra, de látták, hogy ha egy hónapra viszik, akkor csak fel ennyibe kerül, ők nem kérnek semmit, de a garázsukban nyugodtan elállhat az autó. És akkor mondtam, hogy hát ez azért nem jó, mert ez naponta értendő ez az összeg, és nem pedig arra, hogyha egy hónapra elviszi, akkor az egynapi díjnek a felét kell kifizetni. És akkor utána mondta, hogy hát akkor elnézéstől ezt teljesen félreértették, akkor tényleg csak egy napra kérik, de hát ez innentől kezdve már egy másik dimenzió. De természetesen ez inkább akkor volt még, mikor az autókölcsönzést nem ismerték annyira, tehát nem tudták, hogy ez miért jó, miért hasznos. Természetesen nagyon sokan bejönnek, és akik megkeresnek bennünket, és a legerősebb autót szeretnék, a leggyorsabb autót szeretnék, a legnagyobb autót szeretnék. Tehát azért ezek megvannak. Ezek mind olyan kihívások, amikre nekünk is napi szinten meg kell felelnünk. És abban nincs kockázata, hogy mondjuk bejön egy friss jogsival egy fiatal gyerek, és aztán utána tűzoltók szedik le a fáról az autót? Ez a kockázat mindig benne van természetesen, azért mi is kikötjük azt, hogy melyik autóhoz mennyi jogosítvány, mennyi éves jogosítványra van szükség, természetesen ezeknél az autóknál magasabb a letéti összeg is, illetve hát nem is biztos, hogy bárki el tudja ezeket vinni, tehát általában előjegyzéseink vannak ezekre az autókra, tehát úgymond először regisztrálni kell, és utána tudjuk ezeket átadni. Önök az előbb mondta, hogy a tulajdonos társam az a testvére, ugye? Van még más tulajdonos is? Nincs. Ketten viszik. Ketten, igen. És akkor hogy oszlik meg a munka? Ő viszi, mert van egy panziójuk így is. Van. Ő viszi a panziót is? Ő viszi a panziót, így van. Ugye az már 33 éve működik, tehát az volt Kelet-Magyarország első panziónak épült épülete. Édesapám még a minisztériumból kapott engedélyeket, mert akkoriban még nem volt kialakítva, hogy mi az, ami szükséges a kölyállnál és a tűzoltóságnál ezeknek az engedélyéhez, úgyhogy ő járt utána ezeknek, és úgy építettük fel ezt a panziót. És az autókölcsönző az már természetesen utána jött. Aztán sokáig édesapámmal csináltam, és sajnos már elég régóta nincs velünk, úgyhogy az autókölcsönzésbe húgom annyira nem vesz részt, ő a panziót viszi teljes egészébe, én meg abban nem veszek részt. És mióta 3 éve új telephelyre költöztünk, így már az átjárás is egy picit ritkább, mint korábban volt. Mitől sikeresek? Mi mindenben hosszú távra tervezünk. Ezt amikor a kollégáimat felvesszük, akkor is elmondom, hogy mi mindig hosszú távra tervezünk. Kollégákkal, ügyfelekkel, partnerekkel. Nem az a célunk, hogy egy nagyot üssünk, és akkor utána eltűnünk. Azért is vagyok biztos abban, hogy a cég biztos hátterekkel áll. Engem elérhetnek bármikor. Kollégáim nagyon kedvesek. Én vendéglátós végzettségű vagyok.
nekem az volt a mentalitásom, amikor elindult ez az autókölcsönző, hogy amikor végigjártam az akkor éppen regnáló autókölcsönzőket, hogy mindenhol szinte terroristaként kezelték az embert, hogy biztos el akarja lopni az autót, meg amit ön is mondott, hogy ki akarja szedni belőle a motort, el akarja lopni a kerekeket, nem akarja visszahozni, bűncselekmény, stb. Tehát valahol ez igaz, mert rengeteg negatív tapasztalat volt az elején. De mi azt mondtuk, hogy mi megfordítjuk ezt, és nekünk ez bejött, hogy úgy kezeljük a ügyfeleinket, mint ha vendégek lennének. A szalonunkat is úgy építettük meg, hogy praktikus szempontjából is, de kinézett szempontjából is olyan területet öleljen fel, amikor bejön egy kedves ügyfél, akkor azt látja, hogy itt vele foglalkoznak, magas minőségű kiszolgálást kap, jó minőségű autókat kap, gépjárműveink nagyon tiszták, nagyon figyelünk a műszaki problémáknak a minél hamarabbi kijavítására is. Tehát nekünk mindenre megvan a megfelelő csapatunk, és ezért vagyunk biztosak abban, hogy a jövőben is ugyanez megmarad, mert a minőségre, a jóra mindig meg lesz az igény. Most a sikerről beszéltünk, de igazából önnek mi a siker? Több ügyfél, nagyobb bevétel, újabb autók, nagyobb flotta, vagy mi az, amire azt mondja, hogy hát jól csinálom? A siker az mindig abból fakad, hogy az ember belül mit érez. Amikor valakinek semmi nem elég, akkor az biztos, hogy nem lesz sikeres, mert mindig hajtja tovább valami, hogy még-még, de ugyanúgy nem fog tudni annak örülni. Én annak örülök, hogy mosolygó arcokat látok napi szinten bent a kollégáim között, hogy a csapatunk olyan, hogy emberileg válogattuk össze, tehát minden ügyfelünknél a pozitív visszacsatolás sokkal fontosabb. Még ha vannak is vitáink, az mindig azt vélem, és mindig úgy érzem, hogy az azért van, hogy még jobban tudjunk teljesíteni, még jobban haladjunk előre. A siker a számomra mindig is az, hogy én boldogan menjek be, gyomorgörcs nélkül a céghez, és a kollégáim is ugyanezt érezzék. És milyen a jó főnök, a jó tulajdonos ezen túl még? Hát ez mindig változó, tehát néha kell demokratikusnak lenni, néha kell egy kicsit még jobban engedni a kollégák felé, de inkább az a legfontosabb, hogy tudjunk egymás problémáiról. Tehát a cégnek a működését a kollégáink ismerik, tudják, kivel vagyunk kapcsolatban, illetve én is úgy vagyok vele, hogy nyitott vagyok arra, hogy a kollégáimnak bármi problémája van, akkor jöjjenek hozzánk, beszéljük meg, miben tudunk segíteni. Néha egy-egy telefonnal sok mindent el tudunk intézni, ami már bántja esetleg őket, vagy ezáltal mondjuk romlik a teljesítményük. Hatékonyságjavító ötleteket is elfogad a kollégáktól? Hogyne, természetesen. Mindig nyitva áll ebben az ajtón, mert mindig elmondom, hogyha valaki valamilyen területen jobb ötletet tud, mint amit most csinálunk, akkor üljünk le, beszéljük meg. Lehet, hogy nem jó, mert én elmondom, hogy esetleg még emiatt nem működik, de mindig értékelem azt, hogyha valakinek vannak olyan ötletei, amivel segíteni tudja a munkánkat, vagy az övét tudja egyszerűsíteni. A beszélgetésünk elején kérdeztem, hogy mennyire volt rögös az indulás. De, és azt mondta, hogy azért... Nagyon kemény volt. Az igen. Kemény volt. A kudarc, a bukás, a rögös út, az mennyire fontos egy vállalkozó, egy vállalkozás életében, és mennyire teszi keményebbé? Mindenképp keményebbé teszi az embert. Nekünk elég sok ilyen időszak volt az eleje, amitől beszéltünk is, de nagyon sok olyan történet volt. Például a 2008-as válság, amikor elszabadultak a svájci frankos hitelek, és elszabadultak az árfolyamok, bedőltek a cégek, óriási veszteségeket, több százmillió forintos veszteséget halmoztunk fel. De mindig azt vallom, hogy két hepe nem jön egymás után, kell közé egy hupa is, tehát mindig akkor hozzuk meg azokat a erős döntéseket, ökölszabályokat, úgy szoktam mondani, amikre mindig tudunk támaszkodni. És amiket akkor 2008-ban végrehajtottunk, most például, amikor volt ez a Covid helyzet, illetve ez a háborús helyzet, illetve kialakult ez a chip hiánnyal nevezett alkatrészhiány és autóhiány, akkor azok a döntéseink segítettek leginkább, amiket 2008-ban eldöntöttünk, hogy ökölszabályként azokat be kell, hogy tartsuk. És akkor azt most vették ki a fiókból, vagy azóta úgy működnek? Nem, azóta úgy dolgozunk. Tehát ha jön egy negatív dolog, és arra van egy precedens értékű döntés, akkor amellett a döntés mellett ki kell állni. De a kérdésre válaszolva tényleg az, hogy számunkra tényleg az volt a legfontosabb, hogy olyan döntéseket hozunk, amikor negatív helyzet van, és olyan lépéseket teszünk, amikor rosszabb a gazdasági helyzet, amikre utána később számolhatunk. És mindig akkor kell fejleszteni, mindig azt szoktam mondani. Én úgy tudom, hogy a Covid időszakát is elég jól átvészelték.
Hát a napi autóbérletünk az teljes egészében megszűnt, tehát napi egy autóbérbeadásunk volt, ami átlagosan, ami... De az ügyfelek száma meg nőtt, ha jól tudom. Így van, az ügyfelek száma nőtt, mert más területeken elindultunk azáltal, hogy ha sok ember otthon ül és nem tud mit csinálni, akkor nagyon sokan szeretnek nézegetni autókat, nagyon sokan szeretik látni azt, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogyha szeretnének egy új autót venni. És ebben az időszakban például ez megélénkült. De amikor kijött a Covid, akkor költöztünk át az új székházunkba, és 60%-kal növeltük a létszámunkat. És az akkori új belépők kérdezték, hogy akkor gondolják, hogy most már ez nem érvényes, mert a cég az a válság miatt biztosan leépít, és mondta, hogy nem. Ha egész nap ablakot fogunk takarítani, vagy falat fogunk rajzolgatni, akkor is jön mindenki. Tehát tudni kell azt, hogy amit az ember vállal, akkor inkább találja meg hozzá azokat a megoldásokat, amikkel későbbiekben ki tudják aknázni ezeket a lehetőségeket, de nagyon sok jó emberünk érkezett akkor, pont ebből kifolyólag, hogy mindenhol leépítések voltak. Milyen tervei, céljai, vagy akár vágyai vannak, mint vállalkozó? Én úgy gondolom, hogy a cégünk most már egy olyan szegmensben van, akár a régióban, de akár országosan is. Több közbeszerzést nyertünk, állami cégeknek adunk autókat, önkormányzati cégeknek és multinacionális cégeknek is adunk a helyi vállalkozások és vállalkozók mellett. Mi nekünk az a célunk, hogy ezt a színvonalat ne veszítsük el, illetve egyre erősebbek és jobbak lehessünk. Gépjárművekben én már nem mondok célt. Megmondom őszintén, egyszer ezt mondtam, hogy a 250 autónk valaha lesz, én akkor abba hagyom. Édesapám azt mondta, akkor volt 22 autónk, hogy fiam, ha elérjük a 100 autót, te már akkor is boldog lehetsz és kész. Aztán nem vettük észre, átléptük a 250 autót, aztán most már nem tudom pontosan, hogy mi lehet még ilyenkor a cél, nem is ez határozza meg. Jó érzéssel szeretek bemenni a kollégáimhoz, jó érzéssel szeretem azt látni, hogy az ügyfeleink elégedettek, minket keresnek, folyamatosan egyeztetünk, és mi is megpróbáljuk az ő igényeiknek megfelelően alakítani a flottánkat is. Ez a cél. 1000 autó az borzasztó nagy szám egyébként. Vélelmezem, hogy ez nem úgy működik, hogy oda mennek, kifizetik cashbe az autót, hanem vesznek egy autót valahol, mondjuk részletre, és aztán azt kiadják tartós bérletbe vagy kölcsönzésre, tehát forgatják a pénzt. Ez viszont azért toppon kell lenni pénzügyi szemléletben is. Van-e ez segítsége, vagy ön így rá érzett erre, és ez így benne van a génjeiben? Hát közgazdász végzettségem van, mind a két diplomám közgazdász diploma. Hát, az egyiket itt a nemrégiben a Miskolci Egyetemen mesterképzésen végeztem el, és csak visszatérve erre, a ipari forradalom 4.0, az elektromos autók és önvezető autókból írtam a szakdolgozatomat is. Tehát számomra a közgazdász végzettség egy kicsi hátteret ezt biztosít hozzá, de természetesen nagyon fontos, hogy az embernek jó könyvelője legyen, jó pénzügyi vezetője legyen. Ezek mind-mind olyan területek, ahol figyelni kell arra. Igen, nem titok, több milliárd forint hitelünk van ezeken az autókon, tehát ezeket nem készpénzre vesszük, vagy nem megvesszük egy az egybe. De a bankok is nagyon tisztelnek és szeretnek bennünket, mivel tényleg nálam például a 2008-ban kijött tökölszabályok egyike az, hogy kollégának, tehát dolgozónak, banknak és adóhatóságnak nem szabad tartozni. Tehát ez bármi történik is, ezeket minden esetben prezentálnunk kell és tudnunk kell. Hát ez egy korrekt aranyszabály. Még nem volt mindig egyszerű betartani. Magánidőre, hobbira, sportra marad ideje? Igen, 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 igen. Tehát én is úgy gondolom, hogy a munka az egy része kell, hogy legyen. Bár mindig el szoktam mondani, hogy külön hobbira nincs időm, mert nekem a munkám a hobbim. De természetesen amellett nagyon szeretünk barátokkal edzeni járni, amíg tudtam, addig focizni járni, wakeboardozni nagyon szeretek. Tehát mindig megtaláljuk azt a kikapcsolódást, aktív kikapcsolódási lehetőséget, amivel egy kicsit ki tudjuk engedni a gőzt a fejből. Mai műsorunk véget ért, hallgatóinknak köszönöm szépen a figyelmet. Sós Tibornak, a Miskolci Zenit Autórend Kft. Ügyvezető tulajdonosának pedig, hogy itt volt velünk. Én köszönöm szépen a meghívást. Viszont hallásra!